vagyok, sziasztok! A mai napot is egy kerékpár túrával fogjuk megünnepelni. Tegnap volt június 21-e, a leghosszabb nappal. Na hát mi ezt a nappal eltoltuk a Muskával. Június 22-e van 2021, és ezt a jeles napot, ami tegnap volt, ezt ma fogjuk megünnepelni egy, mondhatni, majdnem egy egész napos túrával. Igaz, dolgos hétköznapok vannak, hiszen kedvet írunk, de azért a nap nagy részében kerékpározni fogunk. Az előző snitben pedig láthattátok bizony, hogy kicsit felhős az ég, arra fele, amerre megyünk, de ez nem jelent semmit, ugyanis mára mondják a legmelegebbet, mindjárt meg is mutatom. Szóval csak úgy ízelítésképpen azért mára mondanak egy 36 fokot, miközben a bükk nagy részén leszakadt az ég, így korán reggel. Mutatok még egy gyönyörű szép felhőképet, hiszen az se Miskóta. Balatonra mennék, pancsizhatnánk, mert hajnalok hajnalán, és íme a bükk oldal. Hát mondjuk el fog menni, mire mi odaérünk. Egy kicsit felázott lesz majd a talaj, hiszen lesz majd terepgyakorlat is. Reméljük, hogy közelről azért nem szagoljuk meg az ibolyákat. Visszatekintésként a Mátra hatalmas csúcsait láthatjuk, illetve a kékes tető is ott ékeskedik fent, igazi gyablakon keresztül. Miközben a Mátra is azért hívogat minket, hát nem tisztít annyira a kamera. Tisztul azért fölötte az idő. Szóval Mezőkövesd az útirányunk, és én a reggeli második vonattal, ami Miskolc fele megy, na azzal indultam el, nem Miskolcra, hanem Mezőkövesden lesz a találkozó Almuskával. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit Mezőkövesden, ugye a vonaton már bejelentkeztem, megérkezett Almuska is, és megkezdjük a túránkat, úgyhogy tartsatok velünk. No, és akkor Mezőköves gyönyörű szép állomását elhagyjuk, megkezdjük a túránkat. Kellemes, friss a levegő, ugye mutattam, hogy esett az eső, tényleg esett, bár most már azért valamennyire kezd felszáradni, itt egy kicsit látszódik, friss a levegő, 23 fok van, ahogy jöttem 60 felé, le kerékpárra a patak mellett, ott viszont majdnem 25 fok volt, úgyhogy ennyit számít a frissítő eső. Ha esetleg valaki nem járt volna a Mezőkövesden, Mezőkövesd központ, nagyjából amúgy kerékpáros infrastruktúra, mármint a kerékpárutak elég jól meg vannak szervezve. Néha mondjuk azért döcöges járdán vezet, de jobban a kerékpárútnak átnevezett járda. De azért teljesen jól használható a, és egy nagyon jó kameraállás a központi templomra. Illetve a hiányozhatatlan hősi emlékmű is megtalálható. Meg se jártam még. Bogács felé vettük az irányt Mezőkövesről, és itt már mellettünk itt van a bükkön átnevezető kerékpáros útvonal. A körforgalomból, hogy kijöttünk, későn vettük észre. Úgyhogy várva várjuk a felhajtási lehetőséget. Pluszkörtben nem akartam menni a körforgalomba, ezért volt egy kisebb forgalom benne. Mondjuk ezért ez tükörasfalt, ahogy nézem. Ez meg azért itt alattunk annyira nem. A jó magyar kerékpárút ismérve, hogy az aszfalt az tükörsima, na jó, ez elég ritka, de tükörsima. Viszont a gaz az olyan magas mellettünk, hogy nálam is magasabb, sőt még Almuskánál is. Előttünk feltűnt a bükk csodálatos látványa, jója mellettünk pedig az a szép csúnya esőfelhő szépen lassan elmászik, és vár ránk egy izzasztóan forró nyári kánikulai nap. De mit sem törődve mi ezzel bevágjuk magunkat a hegyek közé.
Érkezünk be Bogács településére. Rögtönint kinn egy kis mezőgazdasági építmény, és talán még a boros pincéket is meglátjuk. És nem emlékszem pontosan, hogy ott fog-e vezetni az utunka, vagy nem. Életemben egyszer voltam Bogácson, arról is csak ilyen mámoros emlékeim vannak. Szép volt, de most végre kerékpárral is fel lehet fedezni. Hát igen, egy borbolt, mivel is találkozhatnánk itt a, úgymond, a bor hazájában. Bogácsra beérve elfogy az aszfalt, mármint a kerékpárút alatt, és be kell jönni a falunk keresztül vezető főútra, és megpróbálunk valami árnyékos pihenőhelyet keresni a reggeli elfogyasztásához. Mellettünk feltűnt a fürdő, és mi már egy kicsit gyönyörködtünk benne, ugyanis a mellette lévő piacon kajáltunk meg, természetesen az asztal tetején csücsülve, csak úgy kényelmesen, és bizony már vannak vendégek itt a strand területén, hát nem mondom azt, hogy tömegnyomor van, bár ez mint a kemping lenne. Nos, se baj. Alul vagy felül? Felül, szerintem. Szerintem felül. Bükk Zsérc felé vesszük az irányt. Bízom benne, hogy jó fele megyünk. Ha nem, akkor így jártunk. Nyomokban aszfaltot tartalmazó utat találtunk, és ez a szakasz most egy kicsit istenes, de nem tart sokáig az öröm. Igen, szépen töredezett, és egy kézzel kicsit karcsú is ezt így tekerni, főleg ilyen kavicsokon, úgyhogy mindjárt normálisabb szakaszon még kommentálom az utat. Na most csak azért is nyerekből, hiába ugrándozik az út, de meg kell mutatni ezt a tájat, mert ez bizony jól néz ki. A piros kereszten megyünk, kerékpáros jelölés is van amúgy. Ez itt a piros kerékpáros útvonal. Hát igen, a keménységből ítélve megérdemel tényleg egy piros jelölést. Nyomokban úgy tényleg van aszfalt, de az a baj, hogy nyomokban. Most már az alapot törjük, és azért igencsak dobálja a bringát. Azért néha vannak jó kilátások. Ilyen például ez is alattunk Bükk Zsérc települése, jobban mondva annak is a templom tornya, ha jót lövök be, így igaz. Fogunk ott majd jönni visszafele. Egy kis körbetekintés, csak azért, mert jól néz ki. Üdvözlök mindenkit Bükk Zsércen, megérkeztünk a aszfalt hegyek birodalmába. Legalábbis az előző úthoz viszonyítva jó az a kerékpár. És megyünk föl a Bükk irányába. Bükk Zsérc településén haladunk át, hagyjuk el. Mögöttünk a központ nagyjából, ami látható, előttünk pedig a Bükk már itt csúcsosodik. És szépen belekóstolunk a hegyek birodalmába, de előtte még gyönyörködünk ebben a pazar településben, mert bizony jól néz ki. Miközben jön egy autó, de nekem muszáj kameráznom, ugyanis kerékpáros útvonal jelölő tábla. Kerékpárral Bükkön át 1.1 útvonal, felső tárkány 9 km. Hát nekünk az nem kell, de van itt egy baptista imaház. És mit láttunk még? Milyen imaházat? Jehovatan. Királyi termek. Ja, Jehovatan, hogy voltak azok. Amik nem vagyunk. Amik nem vagyunk, de azt is látunk. Nem, megyünk egyenesen föl. Arra. Nem arra? De majd mindjárt nézzünk egy térképet. Hát. Azért sikerült megálmodni, hogy tovább megyünk egyenesen. Itt a patak. Itt a patak is mellettünk, és még mindig szép házak mellett haladunk el. Ott egy kék út halmuskának, amíg kell. Persze, megtöltjük.
a kék kutat. Igen. Hú, azért ez a házikó se semmi ezzel a hegy oldalán. Nagyon jó. Vannak itt is szép helyek, házak. És egy fantasztikus erdei aszfaltvilágba csöppentünk. Minimális szinten. Fogjuk most lopni a hegy magaslatait, és árnyékban harcolunk, az már biztos. Meg csalánba, ha beleesünk. A kellemes 6%-on megyünk fölfele, miközben különböző repülő szörnyek állnak fej körüli pályára. Ugyanis 7 km/h megyünk 6%-on. Ez bőven alacsonyabb sebesség, mint amit egy pögölylégy vagy egy szúnyog fel tud venni. És jól megkörnyékeznek minket. Kellemes időnk van. Azt mondja, hogy 9 óra 13 van, és már 25,5 fok van itt az árnyas erdőben. Nem pagony, csak majdnem. Igazi kihívásokat teli ez az útvonal, már egy ideje nem hagyja alább 8%-nál, bár jó ideig mentünk 10%-on is. Bizony kéri az emelkedőt, nem is baj, ezért jöttünk, hogy egy kicsit edződjünk. Ebben a reggeli hűsben valamennyire azért még viselhető ez a tekergőzés. Óra szerint most már csak 7%. És elvileg lesz itt nem sokára egy forrás, ahol nem forraljuk magunkat, hanem egy kicsit üdítjük, frissítjük magunkat. Az Erzsébet forrást hagyjuk el, itt van benn mellettünk, és nincs benne víz. Úgyhogy vízvételezési forrás kivétel, ha itt nyalogatjuk az aszfaltot, vagy izzadságunkat. Ne félj augusztustalanságokkal, megyünk tovább fölfele, beállítottuk az óránkat, pontosra volt egy tábla, ami azt mondta, hogy 465 méteren vagyunk, úgyhogy mindkét óránk tévedett lefele, úgyhogy ezt most pótoltuk. Itt pedig már a zöld kerékpáros útvonal, az eljelzés, illetve a japán zászló mellett tekergőzünk fölfele tovább. Egy főház, következő rövid megállunk. Közben Almuska kapkodja a levegőt. Bükki birtokosok, VT vadászház. Egyéni vadászhat, hogy napló. Aha. Van itt nekünk térképünk is. Hát igen, a bögölyök jönnek. Hát nem sokat látunk ebből a térképből. Arra megyünk mi tovább. Kerékpárral vagyunk, azt még megmutatom. És ez a tábla mutat nekünk valamit. Völgyfőház 473 méter. Azt tudom, de... Hát... Vannak itt is jó helyek kirándulgatni. Azért, hogy a szép arcát is mutassam, gyönyörű szép tükör aszfalton gurulunk lefele. Most már kényelmesen előbb egy kicsit azért hasítottunk jobban lefelé. Ejj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 
balra lesz Felső Tárkány, jobbra pedig inkább Répás húta felé leszünk közelebb. Úgyhogy megszivatjuk magunkat és mászunk fölfele. Egy keresztezedésben tartunk egy rövid hívószünetet, illetve tájékozódást, mármint, hogy merre járhatunk. És a bögői legyek változatlanul támadásban vannak. Ritka helyek egyike, amikor kitárulkozik a táj valamennyire itt a bükkben. Most is jó hűsárnyas helyen megyünk. Viszont most valamennyi kilátást enged a növényzet, nem túl sokat. Az út rettentően jó, bár itt most éppen rosszult, és akkor szépen fogalmaztam, de... Amúgy hangulatos itt tekerni. Pazsagi turistaház, ivószünet,
rekláma. És hát megálltunk egy kicsit pihenni. Hangulatos erdei úton jövünk. Remélem nem haragszik meg senki. A menet közben nem videózok. Fákat tudnák mutatni meg az utat. Nagy kilátást nem enged. Úgyhogy inkább a hangulatot élvezzük. És közben beszélgetünk. Hangulatos erdei rengeteg. Főleg itt mellettem balkész felől. Nagyon szép a zöld, különböző árnyalata. Ahogy beszűrődik a fény. Szépen lassan kapaszkodunk fölfele. 542 túránk eddigi legmagasabb pontja. És még emelkedünk fölfele. Kellemes 6%-on. Beszélgetősen, kényelmesen. Reggel amúgy ugye mutattam, hogy volt egy kis eső. Hát itt annak a párájától most egy kicsit azért lehet érezni, hogy nehéz a levegő, olyan párás. De teljesen viselhető a klíma. Még melegnek sem mondanám az időt. Persze ezt köszönhetjük ezeknek a nagy fáknak, az árnyékának. Egy újabb pillanatkép. Most már közel 600 méter magasságból. Nincs más, csak mi, a kerékpár, az erdő és a csipogó madarak. Rettentő hangulatos. Bár egy jó forrás víz azért jól jönne. De talán belebotlunk egybe, amiben van víz is. És megérkeztünk a főútra, és rögtön megyét is váltunk. Borsod, Abaúj, Zemplén megye. Vigyázzunk a kerékpárosokra, tábla. És itt elvileg lesz nekünk kilátásunk. Ha minden igaz, de nem biztos. De rég jártam már erre. Hát van már vagy 6-7 éve. Mik azért kiesett a mozgásvilágomból. Nem a szép kilátásunk van, nem tudom mennyit lát a kamera. Itt-ott azért ki lehet kukucskálni a fák között. De még itt lesz egy lehetőségünk. Így igaz. A gyönyörű szép bükk. Ez szép. Ha? Az tényleg szép. A végtelen csalán mező fölött pazar kilátás bújik meg. Beugrottunk már egy földúton. Kinézzünk a másik oldalon is. És egy élmény gurulás, mondhatni tükör aszfalton. Itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Bükkben. Fölöttünk tornyosul. A fölöttünk tornyosul a hegy, és néha-néha egy-két sziklát is megmutat nekünk. Pazar a látvány. Főleg, ha engednek a fák is. Persze most azért nem haragszunk, hogyha néha nem, hiszen nagyon jó árnyékot adnak nekünk. Látom, veszem is. Nagyon jól néz ki ez a leszakadás ott előttünk. Remélem a képernyő előtt is látjátok, amit mi. Hát itt most azért vegyes minőségű az út. Hol megvan csinálva, mondjuk úgy le van aszfaltozva újra szépen, hol pedig a régi töredezettel találkozunk. Szerencsére az utóbbi a ritka, ebben a pár kilométerben, amit megtettünk a Miskolc felé vezető úton. A Répás utai kilátó, nyomtunk egy satúféket csak azért, hogy lelássunk a falura és a Bükkre, meg a völgyre. Ha már így elhaladunk Répás uta mellett, úgy döntöttünk, hogy begurulunk a faluba, kicsit körbenézünk oda lám. Répás utát fogjuk elhagyni, nem sokára megyünk vissza a főútra, egy kellemes kajálláson vagyunk túl, és most szépen ledolgozzuk a
kalóriákat, majd egy fotót be fogok vágni, hogy éppen milyen kaját ettem a vadász étterembe. Töltöttük meg a gyomrunkat, lemegyünk Hollós tetőig, és onnan már csak egy lájtos ereszkedés vár majd ránk. Szembeszélve. Szembeszélve. Lépás uta, legmeredekebb útját választottuk ki a főútra. Láttadik is almuskán, hogy azért bizony hajtani kell. 12-13% volt végig fölfele hegymenetben. De most már kiértik a főútra, és folytatjuk tovább az utat Hollóstető irányába. Eljöttünk Hollóstetőig, és Répás húta felé haladunk. Egy hajdan volt régen aszfaltos úton, ami most már nem igazán az, de azért egy kézzel próbálom tartani, miközben itt ereszkedünk lefele. Lesz valami érdemleges látnivaló, úgyhogy nem esek el például, bár azt is érdekes lenne fölvenni. Mindenképpen meg fogom mutatni, addig is pedig az útra koncentrálok. Állókép erejéig megálltunk, ugyanis menet közben nem lehet kikamerázni. Mellén csatlakozott egy folyásvíz, de ez még nem a Hor-patak, de simán elmehetne annak. És itt jövünk le, Almuskával együtt. Élvezzük a rászkódást lefele. Hangulatos amúgy nagyon az út. Megpróbáljuk minden egyes percét kiélvezni, ha éppen nem akar kicsúszni a hátsó kerék. No, ha elvileg jól olvasom le, akkor az itt a Hunkas ház, jelentsen amit jelent. Az út mentén az egyetlen, mondhatni, pihenőhely. Bár azért elég magas tarló van, magasan lett vágva a fű, azon kellene átmászni a padokhoz. Hát ezt most kihagyjuk. Egy útba igazító tábla, Répás úta 5 km, visszafelé Bükszentkereszt 9 km, és továbbra is ugyanez a tisztás, egy pazar látványvilága, amit azért meg kell nézni, mutatni. Egy újabb tisztás, egy kis szélesedés, és ha már ezt lehet mutatni, akkor mutatom is. Meg nagyjából az utat is, és ez még istenesnek mondható. Azért egy durva makadám út, ami nyomokban aszfaltot tartalmazna, olyanon jöttünk eddig. Igen, azért, csak figyeljél, mert itt hamar lesz, van pecsi. A pocsolyák pedig a reggeli esőt próbálják visszatükrözni nekünk, aminek nem örülünk, mert egy kicsit azért így dagonyás az út lefelé. Közben a sas próbál minket levadászni, gondolja, itt fogunk hurcanni. Ja, nem látom. Tudod, hogy ott, de nem látom. Állj meg! Ha látom. Állj meg, ez ja, talán látszódik a kamerába, de ott forog körbe-körbe a madárkánk. Volt, és akkor most hol vagyunk? Teberét, oda van kiírva. Pedig egy tájékoztató. Itt van Répás uta. Uh-huh. És most idefele jövünk. Valahol itt jövünk. Nem mondjuk, hogy pont nincsen úgy jelölve. Itt jövünk. Oldorvár, itt fogunk eljönni. Csak szerintem mutatok egy kis kilátást is, mert az is kell. Hopp. A nap az pont elment, nem? Viszont a visszatekintés is jó, úgyhogy akkor ezt is megmutatom.
És ha már kisütött a nap, akkor megmutatom újból ezt a szép kis hegyet. Ez a kereszteződés amúgy, de Répás úta felől jön le az út. Na de ott egy jó tábla is. Az út paraméterei miatt nehezen járható az út. Behajtás személygépkocsival csak saját felelősségre. És még egy körbe tekintés. Időközben a Horpatak is zárkózott nálénk, már egy kicsit rázós az út, ezért elnézést kérek. Szóval felzárkózott nálénk a Horpatak, és hangulatos úton zögykölődünk lefele, mert azért figyelni kell, mert a reggeli esőtől azért nem szállott fel itt annyira az út pora, úgyhogy még nyomokban azért sár tapasztalható. Itt egy gázló és itt a patak is. Na, gondoltam, előkapom a kamerát, egy kis sziklafalba gyönyörködünk, illetve szép rázós úton haladunk. Még mindig a Horpatak meg valahogy eltűnt. Majd megkeressük, talán még találkozunk vele, viszont rettető hangulatos útvonalon jövünk. Ebből próbálok most mutatni nektek egy kis betekintést. Összességében amúgy nem rossz az út, de azért két kéz kell ahhoz, hogy guruljunk. Kapaszkodni kell a kormányba. No, találtunk egy kőbányát, és ha már megtaláltuk, akkor meg is nézzük, belesintünk, mert azért szép, különböző színekben, főleg az a vörös ott pompázik itt nekünk. Igazi vadkempingező hely. Egy kis visszatekintés a Horvölgyére. Ott a háznak a teteje, az ott a látogatóközpont, Cserépfalu. És itt mögöttünk lent már, ott a munkagép mögött Cserépfalu látható. Készül a kerékpárút, úgyhogy mi most fel is avatjuk. Nincs még készen, de egy próbát azért megér. És természetesen a kerékpárút vége az a falu elejénél van, úgyhogy mehetünk ki az aszfalt útra. Felesleges volt bejönni amúgy, de megpróbáltuk. És akkor Cserépfalu megállóhely következik, majd Bogács, és vissza Mezőkövesd. Cserépfalu, ahogy a tábla is mutatja. Csak egy kis visszatekintés, mert majd nem lemaradtam erről a templomról, illetve Cserépfalu, mondjuk úgy központja, ezt is be kell mutatni, hiszen ez is mi kis hazánk egyik gyöngyszeme. Bővelkedik bőven látni valóban a környék, de mi most már gurulunk szépen lassan. Amúgy csak mutatom, meg is emelkedett a hőmérséklet. Jön vissza. Szóval ott tartottam, hogy van azért itt bőven látni való, mint például a milleniumi kilátó. Hát most csak így madártávlatból megsasoljuk. Illetve a falu temploma, ha már így megálltunk, és ebből a szögből egy kis pózna rengetegben. Meg visszatekintés még a másik kis templomra is. Azért kijöttünk a napra, már is rögtön egy 10 fokot emelkedett az hőmérséklet, legalábbis az órámon. Jó, persze süti most már a nap is, de most már bizony 37,6 fokot mutat. Ez pedig azt jelenti, hogy fent legmagasabb pontokon volt ilyen 24-25, de átlagosan ilyen 25-26 fok volt árnyékban.
Szóval tényleg ez egy forró nap, ez a mai. Szerencsére jó erős déli szelünk van, és itt is jó jönne egy szagos kamera, de ezt most nem tudom nektek átadni, nem is baj. Boci szagot azért nem, szóval egy erős déli szelünk van, ez vár ránk Mezőkövesdig. Itt volt egy kerékpárút kezdemény, de még épül, nem mertünk ráhajtani, nehogy aztán az legyen, hogy valahol vége van, azaz még nincs leaszfaltozva, és akkor nem tudunk végig menni Bogács felé, úgyhogy most inkább közúton megyünk. És érkezünk vissza Bogácsra, és ami érdekes és látványos, a falu végi pince sor, emlékeztem, hogy itt van, csak nem tudtam, hogy a falu melyik végén, úgyhogy a bogácsi pince sor, emlékszem, egyszer volt itt egy mámoros éjszakám is. Megépül is valami. Csinálunk egy itt is járványfotót, így Bogács táblával. És akkor a Bogács felirat még egyszer. És egy visszatekintés még ahonnan jöttünk, a Brükk. És talán a Kórvölgyét is láthatjuk, igen. Ott. Záró gondolatnak, Mezőköves felé tartunk, egy igen jó kép tárul elénk, mellettünk zölddel a napraforgó, ami még nem forog, illetve a búza mező, ha jól látom, ami ott sárgálik mellettünk, előttünk, egy tökéletes idilli kép a záráshoz, hiszen ezen az úton már jöttünk délelőtt, és mögöttünk van 80 km hegyi túra, gurulós, ilyen terep, olyan terep, úgyhogy volt ma minden, kényelmesen természetesen. Sőt, ha a mai szavakat használnék, akkor mondhatnám azt is, hogy lazán, de nem igaz, mert voltak azért nehézségek ebben az útban, ebben a túrában. Mindenkinek tudom ajánlani, akár Bogácsot, akár Cserépfalut, vagy magát az egész túrát, amit mi megcsináltunk, hiszen fantasztikus látványvilággal bővelkedett, nagyrészt ugye erdei etap volt, de mindenképp élményfaktor számba ment, főleg egy ilyen tűző nyári napon, amikor itt kint 37 fok van, azért a erdei kellemes 25 fok azért csak jó volt. Megkérdezik Almuskát is, hogy milyen volt a túra. Ahogy szoktam mondani, első osztályú. Nem is kell tovább ragozni, csak én fosom a szót, úgyhogy én is bezárom. Majd még Mezőkövesnél elmondom az adatokat, egy végső búcsút veszek, és akkor ennek a mai kis rövid filmnek is vége lesz. Szép ez maga. Közben azért kijavítom magunkat, mert benéztünk balra, hogy mi van mellettünk, ez repce. Nem búza, hanem repce. Itt a vége Fussávére, 94,52 km. 6 óra 32 perc alatt 14-es átlagsebesség. És nézzünk még egy szintet hozzá, ami 906 méter. Ott a meredekségünk is. Átlag 4, max 13%, ez Répás utánál volt. Nos. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Remélem mindenkinek tetszett ez a kisfilm. Bandi bácsi voltam. Sziasztok!